Kimagasló nemzetközi sikereket értek el curlingeseink az elmúlt napokban. Az UTE versenyzői kiváló eredményekkel tértek haza Norvégiából és Svédországból is. Az edzésükön jártunk. Palancsa Zoltánnak, az UTE curling szakosztály edzőjének csapatai évről évre nyerik az országos bajnokságok és a különböző világversenyek előkelő helyezéseit. A curling mesteredző így nyilatkozott az elmúlt évek és a jelen sikereiről. Az UTE curling szakosztály az elmúlt években kifejezetten eredményes időszakot tudhat magáénak, hiszen most már évek óta a férfi és a női bajnokságot is a csapataink nyerik, illetve vegyes párosban ugye egy év kivételével már 6 éve a kis palancsa páros nyeri folyamatosan az országos bajnokságokat, és hát most ehhez már csatlakoztak a junior fiúk, akik kifejezetten erős csapatot és egy nagyon biztató jövőt jelentenek, és valahol a semmiből, nyilván a juniorokra épülve a felnőtt bajnokságban is kinőtt egy újabb UTE csapat, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rájuk. Kalocsai Ottó 18 éves, 9 éve kezdett el curlingezni az UTE-ban. Jelenleg az ifi és a felnőtt férfi csapat tagja is, olyan eredményekkel büszkélkedhet, mint az országos bajnokság arany és bronzérme, és a napokban hozott haza egy ezüstérmet a Svédországban megrendezett északi világkupáról vegyes párosban. A Magyar Curling Szövetség a svédekkel egy nagyon jó kapcsolatot ápol, ezt úgy nevezzük, hogy svéd-magyar projekt, és a svédek meghívtak minket erre a junior tornára, ez egy junior világkupa volt. Ott nagyon sok jó csapat szerepelt, voltak kanadaiak, skótok, dánok, és igazából bejutottunk a döntőbe, és sajnos a döntőt elveszítettük, de nagyon szoros volt. A közelebbi tervek azok egy nyári elég rendes felkészülés, amiben szeretnénk jól felkészülni az Európa-bajnokságra, és nyilván ott jó helyezést érni el. A távolabbi tervek pedig, hogy az UTE férfi junior csapattal kvalifikáljunk a B-ből az A-ligába. Norvégiában a svéd versennyel egy időben zajlott a curling világbajnokság is. A magyar vegyes páros számára ugyan vereséggel ért véget a torna, a csapat így is szép eredményeket ért el. A páros a 9. helyen fejezte be a versenyt, ezzel az olimpiai kvalifikáció szempontjából is igazán fontos előrelépést tettek. Palancsa Dorottya, 6-szoros országos bajnok, 2004 óta versenyzik Kis Zsolttal, akivel 2-szer nyertek világbajnoki címet 2013-ban és 2015-ben. Norvégiai szereplésükről és az olimpiai terveikről is meséltek. Az alapvető célunk az volt, hogy a 16 közébe jussunk, hiszen ez a világbajnokság volt a kvalifikációs világbajnokság az A és a B divízióra, és az első 16 csapat kvalifikálta magát egyeneságon az A divízióra, ahonnan jövőre már lehet szerezni olimpiai kvalifikációs pontokat. Ez sikerült, úgyhogy emiatt boldogok vagyunk, viszont picit mégis keserédes az öröm, mert szerettünk volna minél előrébb menetelni és előrébb végezni a mezőnyben, és a 16 között a japán páros ellen sajnos kikaptunk, úgyhogy a 9. helyet szereztük meg. A korábbi célunk volt kijutni a 18-as téli olimpiára, ez sajnos nem jött össze, viszont a 22-es pekingi olimpiára mindenképpen szeretnénk kijutni. Ehhez most megtettük az első lépést, sikerült kvalifikálni a legjobb 20 csapat közé a jövő évi átcsoportos világbajnokságra, és hát ott bízunk benne, hogy minél jobb szerepléssel pedig kellő pontot tudunk szerezni ahhoz, hogy az olimpián elindulhassunk.